A Komáromi Város Marketing Kft. Nevében köszöntöm Komárom oldalának nézőit. Városunkból a Stadion úti Molai lőtérről jelentkezünk. Horváth Zsolttal beszélgetünk, a KVS-e lövész szakosztálynak vezetőjével, a Komárom Esztergom Megyei Sportlövőszövetség elnökével, illetőleg hát számos országos titulus elnökségi tag vagy bizottsági tag, felügyelőbizottsági tag. Az apropója a felújított fedett lőtér. Milyen megújuláson, felújításon esett át a lőtér, Zsolt? Minden kedves nézőt köszöntök. Hát a fedett lőtérnek a történet az, hogy októberben a polgármestővel leültünk, és a Hosszú Sportra Szövetség elnökével Nagy György úrral, és arra álláspont jutottunk, hogy felújítjuk a Komáromi nyitott lőteret. Ugye ez már 25 éves lőtér volt, tehát itt volt az ideje egy felújításnak. A felújítás keretén belül megnöveltük a belső térnek a nagyságát egy olyan 130-140 négyzetméterrel, tehát így kényelmesen országos versenyeket tudunk már rendezni, mi a nézők is így tudják már figyelni a versenyt. Teljesen kicseréltük a poltát, ami régen egy ilyen elavult üvegpoltán volt, ez megkapta, hogy itt látszik is, a egész egy műanyag, ilyen nagy poltát kapott itt elő. Korszerűsítettük a világítást, tehát mindenhol most már LED világítás van, új lett a ipari, ez a linoleum végig is, az cserébe került. Újra festettük, tehát háromszög letteléssel, stukkózásúra festettük az egész lőteret, a belső ajtókat cseréltük és korszerűsítettük a fűtést. Tehát így most már mind a fűtés, meleg víz, ami ugye régen azért itt nehézkes volt, úgyhogy most már a versenyzőink tényleg olyan körülmények között, nemzetközi körülmények között tudnak felkészülni a versenyekre. És itt elmondhatnám, hogy ugye ez 10 éve kezdődött ez az egész, amióta én is így végül is átvettem ezt a sportlövészek irányítását, és polgármester úrral elindítottuk ugye a fedett lőteret, amit ugye már láttak a nézőink régebben, ugye, és akkor elindult egy olyan folyamat, hogy most így elértünk, hogy egy ilyen 60 versenyzőnk van, nagyon szép létszámmal, és tényleg van leigazolt versenyzőnk, tehát a Dunaújvárostól, tényleg Nagykanizsától, 60-tól, tehát Budapestről, tehát tényleg leigazoltunk versenyzőket, és itt helyben a gyerekek, és tényleg olyan komoly kiemelkedő versenyzőink vannak, például itt van Pekler Zalán, aki most vezeti a világranglistát, vagy ugyanúgy mondhatnám Bajos Gittát, aki 5. a világranglistán, vagy tényleg olyan Vince Regina pont most érkezett, itt látom a hölgyet, aki tényleg egy hatalmas tehetség, és nekem azért nagyon szeretem, mivel zílcől jár hetente háromszor edzeni, tehát a szülők heti háromszor jön zílcől, hogy tudjon felkészülni a versenyekre. Úgyhogy. Bocsánat, elhangzott itt a megnyitón is, hogy Komárom sportlövő város, és hogy mitől egyedi egyébként, mitől különleges, mitől meghatározó az országban? Igen, hát a meghatározó az az, hogy ezt a címet 4 év ezelőtt ugye nyertük el a Ország Sportlövő Szövetség által, a közgyűlés ugye Komárvárosnak adta át ezt a megtisztelő címet. Én azt hiszem, hogy ritka olyan, tehát hogy olyan képviselőtestület, a városi tényleg itt lakó emberek, akik ilyen odaadással, tényleg támogatással vannak a lövészet iránt, és szerintem ez látszik ebben, hogy egy országos szövetség is ezt így belátta, vagy meglátta, hogy tényleg olyan munka folyik itt a városban, ami megérdemel egy ilyen címet, mind a polgármester úr által, mind a képviselőtestület, mind tényleg a edzőink részéről, hogy tényleg egy olyan támogatást kaptunk, ami az eredményekben is én úgy érzem, hogy látszik. Horváth Zsoltnak köszönjük szépen, gratulálunk, további sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm. Üdvözlök még egyszer mindenkit. Köszönjük önöknek pedig a figyelmet, viszontlátásra.